Az M1-et rendszeresen bíráló portálok és álhírportálok közül mindössze kettő számolt be arról, hogy a kúria a napokban a közmédia számára kedvező ítéletet hozott. Legalábbis a kollégáim eddig két ilyen oldalt találtak. A vitatott műsor az ellenzéki képviselők 2018-as MTVA székházban történt akciójával foglalkozott, és megállapította a kúria, hogy eleget tett a közmédia a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek. Erről a kiegyensúlyozottságra általában kényes oldalak olvasóinak többsége nem értesülhetett. Nem hívták meg az ellenzéki képviselők ügyvédjét, az MSZP közleményét sem adták le. Így számolt be az Index az MTVA székház birtokvédelmi eljárásának fejleményeiről még 2019-ben. Azt szeretném, hogyha este főműsoridőben adásba kerülne. Az ügy az ellenzéki képviselők akciója miatt robbant ki. A baloldali politikusok 2018. decemberében országgyűlési képviselői titulusukra hivatkozva megpróbáltak nyomást gyakorolni a műsor folyam szerkesztésére. Akkor megkeressük a szerkesztőt. Nem álmodó, képviselő úr, itt hagyj hívjam fel a figyelmét. Megkeressük a szerkesztőt. Ettől kezdve ez a rendeltetésszerű működésnek a megzavarás. Többször is azt követelték, hogy engedjék be őket a televízió és a rádió stúdióiba, miközben azt hangoztatták, hogy ha az MTVA ennek nem tesz eleget, akkor a kint összegyűlt tüntetők betörnek az épületbe. Mission impossible is. Később ezt erőszakkal is megkísérelték, és többször is a stúdiót védő őrökre támadtak. A Dékás Varjú László a földszinten, Hadházi Ákos pedig a szerkesztőségbe vezető lépcsők korlátján mászva próbálkozott. Legyen szíves, álljon. A baloldali politikusok a biztonsági szolgálat kérésére sem hagyták abba a rohamot. A harmadik kerületi jegyző ezért végül birtokvédelem alá helyezte a közmédia székházát. Ezt a baloldal kifogásolta, és jogi húzavona lett az ügyből, amelynek lezárulta után a közmédia ügyvédei voltak egy stúdióbeszélgetés vendégei. Bocsánat, ügyvédnő, ők határozottan elmondták nekünk. Az adásban a műsorvezető többször is utalt az ellenzéki véleményekre. Ennek ellenére a baloldal számon kérte a kiegyensúlyozottságot. Ahogy a baloldali hírportálok is, az érintett műsorról akkor az Index mellett szinte minden kormánykritikus média felület beszámolt. Írt róla a Mérce, a 444, a 24.hu, a HVG és a 168 óra is. Behívták az MTVA-ba azokat az ügyvédeket, akik az MTVA-t képviselték, és ügyvéd úrral kifogásoltuk azt, hogy miért, és panaszt is nyújtottunk be, vagy nyújtottam be, hogy miért nem hívták be vagy Litresics Andrást ügyvédként, vagy engem. Az MSZP-s Kunhalmi Ágnes pedig az érintett műsor miatt nem sokkal később az ATV stúdiójában panaszkodott, és azt hangoztatta, hogy jogorvoslatért fordul. Az objektív tájékoztatásnak nyoma sincs ezután se természetesen. Eleget tesz a közmédia a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek. Az érintett műsorról ezt állapította meg most a kúria. Határozatukban azt írják, ha a médiaszolgáltató legalább utalás szintjén bemutatja a szemben álló véleményeket, akkor a közönség valamennyi releváns információhoz hozzájut a hírrel kapcsolatban, és sokoldalúan tájékozódva véleményt alkothat. Erről viszont már a korábbi közmédiát elmarasztaló ítéletekkel ellentétben ezúttal nem számoltak be a baloldali hírportálok. Az ügyről előzőleg folyamatosan tudósító sajtóorgánumok közül csak a 444-en és a Hírklikken jelent meg a hír. Pedig az M1-nek nyilatkozó alkotmányjogász szerint a jogi állásfoglalás mellett a határozat politikai üzenettel is bír. A politikai üzenet az, hogy a baloldal hazudott folyamatosan a közszolgálati médiáról az elmúlt években, a tájékoztatás, a kiegyensúlyozottság és a tartalomszolgáltatás tekintetében. Ifjabb Lomnici Zoltán hangsúlyozta, a döntés precedensértékű, és a közmédia minden olyan műsorára érvényes lehet, amelyeket a baloldal az elmúlt években elfogultnak bélyegzett.